töltött zsemlét fogunk készíteni, sütni. 12 zsemle fér nekünk ebbe a tepsibe, a tepsit kibéleltük papírral, most ezeket a zsömléket ketté vágjuk, a sisakját, hát ne úgy, hogy egész a felét, hanem egy kicsit főjebb, és kiszedjük a bélését, mert az a túlóba tesszük bele tőteléknek. Mindjárt. És langyítunk, hát jó langyosra, egy kis cukros vaníliás tejet. Hát egy olyan, ez több mint fél liter, mert ez kell majd, belemártsuk a zsömle alját, még a tetejét, és akkor úgy töltjük meg a zsömlét, és akkor úgy rakjuk rá a tetejét, még majd meg kell locsolni cukros tejjel majd a végén. Na. 3 tojást teszünk a túróba, még egy kis margarint, egy kis tejfölt, még egy kis lisztet, még citroméliát, vaníliás cukrot. A tejet még langyítsuk, és akkor ebbe kettő, hát 3 evőkanál cukrot teszünk bele. Így, mert a túróba is kell. Majd ezt még ebbe is teszünk vaníliás cukrot. Így. Nagyon finom fog lenni, reméljük. Így jó. A tejföl is, a túróba is itt van. Hát ez majd 1 kiló túrót teszünk bele. Túrót áttörjük. Ezt még langyítsuk a tejet. Olvadjon el a cukor benne. Majd 1 kiló túrót teszünk bele. Hagyunk egy kicsit a túrós tésztának is. Na, reszelünk bele citromhéjat. Így. A túróba. Belereszeltünk egy citromhéját, már ahogy tudtuk, és teszünk bele egy vaníliás cukrot. Így. Teszünk bele egy kis sót is. Nem kell elsózni, nem szabad, csak legyen ez só. Így teszünk bele cukrot. Hát egy 5 kanálnyit. Viszont majd még teszünk bele
lisztet is. Teszünk bele margarint is. Egy kis margarint. A késünk hol is van. Hát mozsolánk az nincsen, hogy tennénk bele, de... Egy ilyen 3-4 deka margarint tettünk hozzá, így. A tojást felverjük. 3 tojást. Beleöntjük. Így. Jó. Ezt eltesszük. Bele tejfölt. Két evőkanál mit. Így. Akkor még teszünk bele lisztet. Akkor is olyan két evőkanál mit. Így. Az egészet összegyúrjuk. Aztán elkészítjük a zsömlét. Most az egészet összekeverjük. Jól. Gyönge túrunk van, de azért így jó még azért dolgozzuk. Félretesszük. Kiszedjük a bélését. Kikapaljuk kézzel. Mert ez még lesz töltve. Így. Zsemléket kikapargattuk a közepét, ezt pedig még locsoljuk egy kis tejjel, és hozzátesszük a túróhoz. De még lehet, hogy kevés lesz ám ez a tej. Thank you.
hozzá keverjük a túróhoz. Összekeverjük. Teszünk egy kis tejet, mert belemártjuk az alját, majd ez a tejhöge kell nekünk. Kicsit belemártjuk a kezénket, így. És belerakjuk a tőteléket. És rátettük a tetejét, így. Ezt a kis túrót. A sisakjukat így. Ebbe is. Úgy. A sisakjába. Na, mindjárt még meglocsoljuk egy kis tejjel. Így. Kész. Most már még meglocsoljuk a tetejét is cukros tejjel, és majd úgy fog pirulni. Majd, hogyha fordítani kell, és nagyon szikkadt a teteje, még akkor is közben meglocsoljuk a fordítsuk meg, így meg kell locsolni. Így. Cukros tejjel, így. Cukros vaníliás telje. Így most már betesszük mindjárt sülni. Még maradt egy kicsi. Így jó. Ebbe a tepsibe 12 fér bele, és alul ki kell bélelni egy kis sütőpapírral. És betesszük a forró sütőbe. Kisült a töltött zsemlénk. Nagyon finom illata van neki. Közben is meglocsoltuk egy kis cukros tejjel még, és így egy kicsit megpirult a teteje, mert cukros tejjel kell meglocsolni. És hát jó étvágyat kívánunk hozzá. Majd mindjárt, ha ül, veszünk ki belőle egy pillanat. Kisült most már nekünk a töltött zsömlénk. Ha ízlik és tetszik, iratkozzanak fel a videócsatornára. Jó étvágyat kívánunk hozzá!